Áll a víz és a sár a járdán kialakult mélyedésekben Tolna belvárosában, de már nem sokáig. A város polgármestere azt mondja, ezen a városrészen is megújulnak a járdák, mint ahogy 2014 óta folyamatosan ezen dolgozik a város vezetése. Az önkormányzat mindenre 30 millió forintot nyert a Jövőnk Energiája térségfejlesztési alapítvány pályázatán. A fejlesztéshez mintegy 3 millió forintos önerővel járul hozzá a település. A Szekszárdi utca, Kossuth Lajos utca útkereszteződéstől egészen a plébániáig, illetve a Széchenyi iskola felső tagozatától a Kossuth Lajos utcában egészen a Deák Ferenc utcai zebráig, tehát ott a társasházak előtt is, és akkor ezzel gyakorlatilag a városközpont járdái teljes mértékben meg fognak újulni. A város ezen kívül folytatja intézményeinek energetikai korszerűsítését is. Ezúttal az Apraja falva óvoda fűtését modernizálják, mintegy 20 millió forintból, amit szintén a JETA pályázatán nyertek el. Most vizes blokkok fognak megújulni, illetve fűtéskorszerűsítés lesz. Néhány éve átálltunk egy aprítékos kazánra, de ezzel azért vannak problémák, úgyhogy most azt gondoltuk, hogy a két már megbízhatatlan gázkazánt fogjuk modernre cserélni. Ezeken a beruházásokon kívül két további topfejlesztés várható a városban. A volt lovarda mellett épül majd fel egy játszóház. Az 1000 négyzetméteres istálló épület hasznosítására nyertek 300 millió forintot. A polgármester azt mondja, már a kivitelezőt is kiválasztották, ám az építőipar drágulása miatt 70 millió forint hiányzik az önerőhöz. Amennyiben ezt a kormánytól megkapják, szeptemberben megkezdődhetnek a munkálatok. És a Tolna és Faddombori települések közötti kerékpárút építéséről sem mondtak le, tette hozzá a polgármester. A tervek már elkészültek, azok engedélyeztetése zajlik, továbbá itt is elő kell teremtenie Fadnak és Tolnának is a beruházáshoz szükséges önerőt.